Sziasztok! Jóformán, amióta az ember csak létezik, megpróbál adatot rögzíteni, például így, vagy valami ilyenben, ilyenen, vagy ilyeneken. És ezt még hosszasan lehetne sorolni, de információ másban is tárolódik. Mondjuk ebben, értitek, ebben. Vagy éppen bennetek és bennem. De persze nem a memóriánkra gondoltam, mert az jó eséllyel is olyan 70-80 év alatt bizony elenyészik, hanem sokkal inkább a nukleinsavakra, vagy most egyszerűsítsük le, a DNS-re. Szemben ezekkel a technológiákkal a DNS-en egy bit nem csak nulla vagy egyes értéket vehet fel, hanem négyfélét. Mondjuk akkor nem bit, mert az a binary digit összevonásából jött létre, hanem sokkal inkább quite, vagy valami ilyesmi lenne. Mondjuk nem tudom, lehet, hogy van is ilyen szó, írjátok meg. Ráadásul a DNS szabvány egy több milliárd éves fejlesztés eredménye, ami azért elég megbízhatóvá teszi, különösen, hogyha jól használjuk. Kellően redundáns, van rá jól kidolgozott másolási és hibajavítási protokoll, és még számtalan előnye van annak, hogy a DNS komolyan vegyük, mint információhordozót. És persze hátránya is. Mondjuk ezek a technológiák jelenleg, bármennyire is lement az áruk, még mindig elég borsosak, úgyhogy egyhamar nem lehet arra számítani, hogy az optikai meghajtók helyén majd DNS-szekvenáló egységek lesznek. Ezen kívül jelenleg az olvasás és az írás sebessége sem túl egetrengető, úgyhogy jó eséllyel nem erre fogjuk majd letölteni a filmjeinket. Bár ezt az animációt sikerült egészen a közelmúltban Petri Csészényi bacikon tárolni. Igen, nem vicceltem. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan nyerhet magának utat a DNS az informatikában is, akkor mindenképpen olvassátok el erről Varga Máté cikkét, ami nagyon-nagyon részletes, nagyon jól összeszedett, és szerintem nagyon közérthető. A linkjét szokás szerint odalenn megtaláljátok. Máté egyébként fejlődésbiológusként kutat az ELTE-n, a Budapest Science Meetup-ok szervezőinek egyik legoszloposabb tagja, és szerintem az egyik legjobb tudományos ismeretterjesztő újságíró, vagy blogger, vagy mostanában ez már szerintem teljesen összefolyik. Na mindegy, egyébként a podcastünk 72. adásában ő volt a vendég, ha akarjátok, azt is hallgassátok meg. Hol is tartottam? Ja igen, hogy a DNS-nek lehet szerepe a jövő információ tárolásában, bár hozzá kell tenni, hogy bármennyire is előre haladott ez a technológia, legalábbis innen úgy tűnik, azért még eléggé gyerekcipőben jár, és éppen ezért jó, hogy már most elkezdtek foglalkozni azzal, hogy mi van akkor, ha a technológia gonosz kezekbe kerül. Lesújthatunk persze majd a törvény szigorával az akkori polimerász hekkerekre, de szerintem azért jobb megelőzni a bajt, ugye? Éppen ezért örültem meg annak, amikor tegnap megláttam, hogy a TechCrunch kiszúrt egy olyan vizsgálatsorozatot, amiben molekuláris biológusok és biztonsági szakemberek DNS-re írt kártékony kóddal próbáltak meg megfertőzni egy azt olvasó számítógépet. És sikerült nekik. Persze nem ennek a sikernek örültem önmagában, hanem annak, hogy a biztonsági szakemberek foglalkoznak már most egy feltörekvő új technológia lehetséges veszélyeivel. Tehát egy esetleges támadás majd felkészülten ér minket a jövőben. Aha. Ha van köztetek biológus vagy informatikus, akkor jó eséllyel érdekelhet, hogy milyen módszerekkel dolgoztak a kutatók, úgyhogy az eredeti tanulmányt belinkelem a videó alá. Ez persze nem jelenti azt, hogy valami élő szervezet, vagy akár mi magunk is vírusordozóvá válhatunk, amivel a számítógépeket tudjuk megfertőzni a jövőben, vagy legalábbis a közeli jövőben, de azért érdekes belegondolni abba, hogy mennyire csúszik össze a biológia és az informatika egyre több és több területen. Kicsit ehhez a témakörhöz kapcsolódik a 64. podcast adásunk is, aminek a címe Puskázok, így hekkelj atomprogramot, avagy a kiberháború frontvonalai. Egyébként abban Bencsát Boldizsárral, a BME működő Crisis Labor adjunktusával beszélgettünk a kiberbiztonság alapjairól. Hát, lényegében ennyi. Ha ezt a videót YouTube-on néztétek, akkor itt fel tudtok iratkozni, és várom a véleményeiteket odalenn kommentben. Legyen jó hétvégétek, sziasztok! Jól besötétedett!